Na. Ki akarja ismertetni az első perc is történéseit? Geresz akarja. Na, Geresz. Rendben, szóval bal oldalt felül láthatjuk Jim Raynort a Terrannal, jobb alul pedig Covid a Protosszal. Szerintetek Astix-ben lesz, vagy sem? Vagy kinél lesz, kinél nem? Vagy nem nagyon nincs értelme tippelni, mert ez még kőpapíróló. Hát a Astix-menet nem várok a Covid-tól, mert szerintem ő nem csinálja sosem, szerintem. Szerintem ő nem csinálja. Tehát nem becsüli annyira ezeket a kitelepülés dolgokat. Igen, igen. Egyből kettőre rendesen játszani. Ja, igen. Azt elfelejtettem mondani a térképnél még, hogy ezen a térképen hiszen bárhova lehet proxyzni. Lehet épületet berettetni a fővárosait, mindent lehet csinálni. Tehát itt akarva építkezhetsz. Úgyhogy itt lehet nyomatni a proxyt akármelyik oldalról. Az hát mondjuk igaz. Hát ugye Kovi szereti a proxy stratégiát a szokásosnál többet használni egyébként. Na, Jim Raynor falat fog építeni. Igen, tehát ezt a falazást megjátszotta az ellen is ugye, Zorro ellen is. Protoss... Nem tudom, ti egyikőtök se játszotok Protosszal. De én meg igen, és mégsem nagyon tudom, hogy ezen a pályán hova a rossebben érdemes, meg hogy érdemes venni a pylonokat, hogyha ott vagy az alsó starting positionben, ugye. Tehát annyira, mert ugye Protosszal úgy szép építkezni, hogyha egymás fölé tudod venni a pylonokat, és mellé tudod venni a ezeket, a gateway-eket. Jó, mondjuk talán ezen a pályán kevésbé szűkös a hely, mint mondjuk a Longinuson, de néhány ilyen háromfős pályán nekem az a komoly gondom van, hogy hova rosszabb be kell tenni az épületeket rendesen. Itt van hely, itt látványos, hogy van hely szerintem. Ja, mondjuk itt, ezt igen. Megcsinálni. Lehet itt inkább túl sok hely van. Ja, az valószínűleg a Longinusra gondoltam, én nem a Taukrosszra, igen, ott sokkal szűkebb a hely. De hát Kovi nem szarakodik, ő lerakja a két gateway-t az első pylon mellé, aztán utca neki. Csak az a baj, hogy ez a falas taktika, ez majdhogy nem teljesen counterelő is. Tehát itt Zelóta befutni nem fog. Fast expand. Mi ez? 16 cc. Igen, tehát itt még ma is elterülte. Ja. A scoutok meg lassan elérnek, mindkettő ugye rossz irányba kezdett. Zelóta pont találkozik a CV-vel. Meg is üti egyszer, kétszer. Kezet is fogta. Hasonlóan a Marin fogadja majd a klóbot. Ja. Így van. Itt is megvolt a kézfogás. Na, Kovi el is kezdte szedni a gázt, de még nem tette ki. Most kiteszi a citadel? Vagy mi az az izét? Hogy hívják ott? Vagy csak a semmiért szedi a gázt? Jajaja. Megszokásból. Hát ez ilyen Janison korán szedi a gáz szerintem, ebből éppen fegyülemet gázt. Marin bekerítették ott a próbot, de hát nem Michael-t a szóval megdögli. Na hát, most már legalább látja, hogy van két Marin. Ennyit igen, látott. Kész a friss command center. Ja, hát a Terra részről nagyon gyors ez az exp, ugye. És ez a három zelót ez nem countereli azért. De a Nérik sem, ami mindjárt kijön. Most lehet, hogy ebből izé lesz. Azért kezdte ilyen korán a gázt gyűjteni, mert egyből DT-re akar majd menni. Az elején csak veszi az elótákat, azzal nyomás alatt tartsa, aztán egyből kiteszi a izét. Citadellát, hogy mi lesz ebből? Hát ugye nyomás alatt tartja mit a saját necsörőjét? Mert azokat pálnak, hogy látom. Ja, mondjuk igen. A saját necsörőjét nyomás alatt tartja, oda ne jöjjön senki. Na most letesz egy épületet. Forge. Ja, Forge itt van lent. A Citadel is lent van. Kurtán megint marinozik egy kicsit, de már megy a Factory is. Na. Papalci, neked rossz az interneted? Hopp, bocsánat, elfelejtettem, hogy ne altaboljak. Bocsánat. Már nem fogok. Jim Raynornál épül a Factory, szóval nem hiszem, hogy marinozni fog.
Igen. Hát a, de azért ez nem tudom, ez a 6 marin, ez több, mint amennyi az elején szokott lenni Terran-nál. Tehát Terran sokszor az így 4 marint vesz, az jó napot, nem? Ez igaz. És DT ellen az akna is milyen jó azért. Az igen, jó. Nem is tudom, ez mi lesz ez. Nem tudom. Na, hát... Atom Cannon, meg Zealot. Ez jó kombó támadás. Vagy gyakorolja a Deep Six-et, vagy azt nem tudom. Ja, nem tudom. Nos, igazából ezt az a baj, hogy Kovi miért nem a Naturaljéhez teszi ki azt a canont, ha már kiteszi valahova, ezt megy expelni akkor már, vagy valami. Jó kérdés. De speedlopot fejlesztem úgy közben, tehát ez semmiképpen nem a DT-s irány lesz. Ja, a speedlot canon taktika. A híres speedlot canon taktika. Szókus. Vagy lehet tudja, hogy a Kulta, vagy nem Kulta, hanem Jim Raynor szokott droppolni a Naturalt, ugye? Ja. És azt szétlövi a canon meg a Nexus, így nem fogja. Igen. Smart. Ja, igen. Smart. Na hát most van 6-7 marin, ugye? És van 7 zelóta, akik nem tudom, hogy mit keresnek amúgy itt. Derítenek szerintem. Felderítenek egy kicsit, aztán visszamennek a saját járatukhoz. Vektori még nem termel, úgyhogy ez most még marin zelóta harc lett volna, ha végül. Igen, veszi azért ugye a siege módot. Hova mennek ezek a zelóták egyáltalán? Mi itt az elképzelés? Hova megy ez a... Mit tesz az a... Mi ez a pylonot? Mi lesz az? Készül pedig a Templar Archives. Nehogy droppoljanak. Ez tényleg az lesz, ezek ilyen pylon canon párok lesznek, azt gondolnám. Na megindultak a zelóták valahova? Na használjuk ezt a jó gombos kattintást. És követjük a zelótákat. Na, elkrévettek, kijött a speed. Basszus. És Jim Raynor mivel mesterkedik azzal az SCV-vel vajon? Hogy csak felderít? Hát lehet, hogy csak keresi, hogy hát ha valahol van exp, vagy ő akar letenni. Van pénze, igen, egy aljas expet ki tudna tolni. Lehet most az előző játékhoz képest megpróbál hosszú távon tervezni egy kicsit? Na lássuk a csatát. Hova mennek az elót fajtások? A bázisán a DT-ket. Na azért, de az elóták leszedik a supply-t. Az jó tempóban esik. És elfutnak. Regenerálódni egy kicsit. Na most... Üsser! Nem üti. Mi a rossz ezek az elóták? Egymást is ütötték egy pillanatra. A civileket kimélik, SCV-t nem akartak ütni. Nem jó taktika. Azt nem éri meg, azt észrevette a Covid, ez így nem lesz jó. Igen, hát ez a két tank ugye, hogy a siege mód lett hol volna. Hol a siege mód? Hát van már, csak nem tette hát le a siege módot. Hát ez az. Tehát, mert én azt várom. Igen, hogyha letette volna a siege módot, akkor azért az azért nem jó, mert akkor a splash damage az öli az SCV-ket, meg a marinokat is. Ezt vártam, a DT-k? Barakokat, így van. Nem, a barakokat sorba. Így kell. Ja, ez a Deep Six? Hogy hát lesz a, ebből? Olyan, igen. Tehát ugye tank, marin, meddig ilyen sereg lesz, már fejlődik a fajt a gyalogos egységekre, vagy a marinokra. Ja. Ez az lesz, igen. Fejlődik a villám is, és már játszani. Lesz HT is. Ami fejlődik, így van. Ez lassan ki lehetne extrálni. Na, ez majdnem rátette a barakot a marinra. De nem. Kovinak több mint 800, ám most költi, de még mindig 500 kristálya van. Ja, most letette a harmadik gateway-t, ki lehetne már expelni? Már... Ó, ez a próba, ez milyen izé Michael Jacksonos mozgást csinált ott közben egyébként, egy ilyen pont sikerült rálátni. Na, Nexus, hát kifér, az 400-ba kerül csak, baszki. Ki lehet azt tenni már 500-ból? Igen, az APM-ben nem fér bele. Ja. 50 APM-ben nehéz expelni. Azt mondod? Na gyorsan, menjen már ki az a Nexus. Legyen már valami. Na pont el nem néztem oda, amikor kiment. Nos, egy zelóta üldöz egy darab SCV-t. Jó az. Az nem is baj. Na van High Templar. Az SCV most felfedezi a készülő Nexus. De most már kergeti egy DT is. Van a szkennerben 160 energia, van az ugye 3 szkennre elég, de van törret is. Ugye egyelőre a törret ellen nincsen milyen Kovinak. Tehát most abban tud reménykedni, hogy be tud futni, be tud dobni egy jó stormot. Uh-huh.
De hát ugye ahhoz előbb le kéne szedni a Supply Depot, ami mondjuk ennyi marinnal, meg ennyi tankkal a közelben. Az így... Tízes lesz. Hát, necces lesz, igen. Vagy csak egyszerűen arra vár, hogy... Hogy kijöjjön? Ha ki akar jönni, akkor a villám megy középre, ami nem ja. Rossz. Az se rossz. Főleg, egyébként, igen. Nem látott még High Tempát, ugye? Jim Raynor. Szerintem még nem látta. A DT kergeti az SCV-t, azt talán látta. Na, lassan mehetsz a probe transfer. Fejlesztett már valamit Kovi egyébként azért? Nincs még fejlesztés Terran oldalon. Egy pajzs van a gyalogosokra, tankokra még semmi. Nos, kijön a Terran, nézzük! Hoppá, no. Mire számíthatunk? Látunk egy szép villámot. Na, egy jó villám, egy jó villám. Egy jó villám, és akkor mehetnek a DT-k. Így van, így van. Na, villám! Villám! Oh! Oh, nem rossz, ez nem rossz ez a villám. Még egyet most lehet, most lehet még egyet. Ez igen. Ez se rossz. Jó. Csak nem maradt a protoss seregből semmi. Ez a hegy háté van, gyorsan még egy kupac vannak. De hát ez alól kifutott. Az a baj, hogy amíg a DT-k így egy helyen... Oh, szép! Oh, szép! Na. Még van scan. Megfogyatkozik ez a sereg. Ez mire odaér, az már nem fog... hát valamennyi kárt tud okozni, de... Rá a tankra? Melyikre mennek? Ugye az a baj, hogy a Marinnak már van egy pajzsa, és így nem öli meg egyből a DT. Aha. Júj, fussatok, keci! Fussatok, bolondok, így... Ja, bocsánat! Az eredetiben az van, igen. Ó, oh, fussatok, balondok! Nem futottak el, nem hallotta a scant és odahaltak. Ez kár, mert villámok szépek voltak pedig, most nem épít Kovi semmit. Most itt 1400 minerálból nem dolgoznak a gyárak. Az a baj. Most 5 próbi zsinórba megy vissza az eredeti minerálványra. What the fuck? Úgy nem érzem, hogy kihasználna azt a Naturalt a Kovi. Azt... Csak megijed, hogy érkezik az ellenséges sereg, ez ilyen menekítés volt, vagy... Ja. Itt szóval annyi gáz még kell, hogy egyen szedje, az még pont kell, nem tudom. Furcsa. Biztos ki van ezt találva, ja. Yeah. Igen. Na most Kovi részéről, hogy állunk sereggel? Három templát látunk. Három ajtót lát. És ez a sereg? Ez a sereg. Igen, tehát három... Ezt nagyon jól kell micro-zni. Igen. Három darab gateway-ből egy jó darabig nem vett semmit. Az a probléma. Tehát földgyűlt 1500 minerál. Egy-két támogató zelóta. De itt... Hát ha olyan szerencsésen vagy, hogy mondjam, inkább ügyesen és jó tempóban szólja a villámot, mint amit láttunk a legelején. Jó, hát azért baj, hogy ezt még három villám... Három villám ennyi terransereget már önmagában nem old meg, ugye? Hát jó, de... Meg jön az erősítés is. Elkapják a zelótán. Ja. Tudják, hogy kettőből Arkon készül. Ja. Azó. Az Arkon... Jó, mondjuk még nincsen Science Vessel addig, oké. Okay. Csak az a baj, hogy ez a 350 az úgy soknak tűnik életnek, csak ugye abban minden azért fullósba megy. Na, ki esett ki az éből a csatornából? Papamacinak megint elment az internete? Janus. Úgy látszik, nem csak kitime-out-olt, hanem el is ment teljesen. Aha. Na, de se baj. De valami szabály még a régi bolyai sztárvéges idejében. Ja, de hát, hogyha azért az Observer esik ki, azért az úgy nem sokat jelent. Jaj. Ja, hát volt, tehát most egyelőre úgy volt, hogy úgy egyeztünk meg, hogyha a játékosok úgy döntenek, újra játsszák, akkor csak a timeout van. Ja, értem, nem. Hát nem én csak arra, jó tanácsra gondoltam, hogy a kábelt a ja, a kábelt nem szabad kivel. Az is, az igaz mondjuk, igen. Na, most így jól szét vannak, tehát ez egy jó kis ostromgyűrű, felállt, pont olyan messze, hogy még ne üssenek semmit, de az ellenség ne tudjon kimenni. Most ez a prób, ez kimegy, puff. Kovi már itt sejtheti, hogy valami baj van. Hm?
Papanci, itt vagy amúgy? Itt vagyok, igen. Altabónon kellett, hogy lájtsam a streamet, mert feladott a TeamSpeak, de itt vagyok. Egy két kontrollhub zelott, négy templár, jó szormokkal, talán tudna itt alkotni mondjuk. Ja, csak már van kint, nézé, van Science Vessel. Az jó, teljesen... Látok, minden van kint. Az lenullázza az Arkont, ugye? És hogyha ügyesen egy helyen van az összes templár, akkor azokat is. Látja a DT-ket. Most... Kérdés az, hogy a Saiyan... A High Templar meg úgy jön, mint a mesékből hátul, ott nagyon soká. És most és pont mire meghalt minden támadó egység. Azért ez a Storm, ez... Ez úgy szép, az a szép... De csak nem eleget, az a baj. Igen, az a baj, hogy a templárok nagyon le voltak maradva. Tehát, hogyha ez kombinálva lett volna ez a két dolog, hogy Storm, meg sereg, azért az úgy máshogy nézett volna ki egy kicsit. Na. Mint például valami ilyesmi, igen. Tehát valami ilyesmi lett volna. Meg az a baj, hogy a Kovinak azt nem kellett volna hagyni, hogy földjüljön az 1800 minerál, hanem... Mert megint, ugye a gateway-ek nem dolgoznak. Meg azért a populáció az elég, izé. Populáció az elég sok mindent elmond. De szép, én úgy gondolom, hogy Kovi egyébként hősiesen helytállt, tehát amit ki tudott hozni a 80 APM-ből, meg néha 60-ból, mikor mennyi volt, azért az itt ki lett hozva. Kicsit... Az hiányzott, igen, hogy... Ja, hogy kezelje az egységeket. Uh-huh. Bölcsebben. A csatákban szerintem jó volt alapvetően, csak keveset termelt és keveset vett. Ja. Képzeljétek el, hogy ezek a tankok oda felállnak a... Ja. ...pal föl mellé felállnak ugye, oda a... Ja, emelvén. Én az úr. Azért a tankok tűzereje eléggé meggyőző. Igen, tehát az a baj ugye, hogy most hogyha nem a tankokra ment volna, hanem a marinokra, akkor az a splash damage az azért ritkította volna a marinokat. Legalább. Mhm. Na és akkor itt látjuk azt, hogy a Canon miért nem ér lófasz shot Eren ellen igazából. Hát ez ilyen... Távon. Ez igencsak ilyen Zrínyi Miklós emlékfutás lesz. Az jobb, mint a Fábri Csaba emlékfutás. Egyébként... Hatácsosabb. Egyébként azért se játszol Bio Ter protoss ellen, mert úgy kéne költeni, vagy venni a barakokat, ez hihetetlen. Mi látjuk, hogy Jimmy-nek is feljut a pénze, tehát nem tudja elkölteni. Ja. Igen. Ahhoz aztán venni kéne, vagy nem tudom, 12 barakot, nem tudom, vagy 10-et legalább, nem tudom. Ja. Hát ez a Terran, ez itt már egyértelműen dominálja a dolgokat. Van a Science Vessel-be egyáltalán bármilyen fejlesztés? Én abban sem vagyok biztos. Shuttle-t figyelitek? Kiliftezett 4 zelótát, és viszi a többit. Valami... Körbe akarja keríteni a támadó. De hát mondjuk akkor már inkább dupolna a tankok. Ajajaj, szép sztor. Leesett a Templar Archives. Hát ez nagyon szomorú nap a Protoss nép számára. Na arról beszélek, hogy a Science Vessel-től északra, kintre a fal túlulára tenni a tankokat. Igen. Jajajaj. Világos. Igen. Gyilkos lenne. Na, az a Templar nem hagyta magát, két Terran Marint meg is ölt. Na most itt elfogynak szépen a próbok közben. Körbe megy a sereg. De most a légió mit csinál? Hátulról betámad. Hátulról, az jutott eszembe, hátulról teszem be. Ahogy tartja a bondás. Na, és elfogyott a Protoss. Most már a így van, vagy na, jó van. Megküzdött a fiú rendesen. Nem érheti szó a ház elejét, úgy gondolom. És ezzel megvan Jim Raynornak az 5. győzelme, és Kovinak az 5. veresége a csoport szériában. És New Heartbreak Ridge lesz a következő áldozat, amit össze fognak vérezni a játékosok seregei. És mutatjuk is a táblázatot, amint sikerül ezt megoldani, így van. Elkemmel a WC-re. Nagyon helyes. Akkor addig Geresz és Krautz Alajos él a megtisztelő feladat, hogy a Heartbreak Ridge-es mérkőzésre lelkileg fölkészüljünk.
Lelkileg fölkészüljön, lehet ezt azzal lehet legjobban, hogyha én is elmegyek most úr. Ja, lehet. De Heartbreak Ridge ugye... De őszintén, ha most belegondolunk, akkor az van, hogy tényleg, tehát hogy tök jók a játékok, Kobi nagyon szépen küzd, de egyszer látszik a skillbeli különbség, ez van. Szóval olyan nagy meglepetés nem számítunk, én azt hiszem. Hát talán ugye... egy korai rással esetleg meg tudja lepni az ellenfelet, hogyha egy proxy 2G-t oda tesz mellé, a bázisa mellé, akkor... Hát honnan veszed ezt a stratégiát, Gerez? Ez ugye New Heartbreak, tehát ez egy két... Tessék? Hogy honnan veszed ezt a stratégiát? Hol láttunk már ilyet? Hát nem is tudom. Igen, az egy játszható dolog Terran ellen a Heartbreak Ridge-en. Az volt az egyetlen dolog, amit én gyakoroltam rendesen a Máté elleni meccsemre, hogy a Heartbreak Ridge-en hogyan kell proxizni. De hát igen, szóval... Hogyha valahol tud Kovi fordítani, akkor valószínű, hogy az lesz az a pálya. Csak hát ugye ennek megvan az a hátránya, mint ahogy az összes ilyen proxis stratégiának, hogy ez egy kétélű fegyver. Tehát hogyha az ellenfél számít rá és megfelelően védekezik, akkor az instant szopás. Jó, de most vegyük figyelembe azt, hogy nem nagyon látunk más opciót. Ja, jó, ez mondjuk persze, ez igaz. Tehát Kovi az bemutatta azt, hogy hogyan nem tud nyerni ugye ilyen hosszabban elhúzódó meccseket, mert hogyha 20 perc az hosszúnak számít, ugye. De... Ja, hát ebben igazad van, hogyha valahol meg lehet kockáztatni egy proxit, akkor az a Heartbreak Ridge, ahol meg lehet kockáztatni azt a proxit, és... hát lehet is vele elérni valamit, hogyha az ember ügyes. Az a baj, hogy minden mellett azt gondolom, hogy egyszerűen van az a rutin az ellenfélnél, amivel ezt nagyon simán... De meglátjuk, hát... Hát persze, tehát azért a rutin meg az évek azért az elég sokat tud számítani. Arról beszéltek, hogy hátul be lehet menni ott a minerálnál? Ja, igen. Tehát a New Heartbreak Ridge-en be lehet menni. Azt nem bontuk sose, korábban nem beszéltünk nagyon róla, és ugye, tehát offenzívan ezt senki nem használta, hogy oda beosonjon ugye a Natural mögé. Ellenben ugye, tehát defenzíven láttuk már meg ott kiosonni, kitelepülést csinálni, olyat láttunk már a játékosoktól. Az is, azt hiszem, Zorro és... Zorro játszott Kovi ellen, talán ott volt ilyen? Vagy honnan emlékszem én erre? Hát nem tudom, de azt ki kell bányászni, hogyha menni akarsz oda a harmadikra, mert különben beakadnak az egységek, hogyha nem nyomod őket shift-klikkel körbe. Ja. Akkor beakadnak a minerál miatt, ezért is vezet ki, hogy ne akadjál be. Ja. Na, hát akkor nézzük meg, hogy a Jim Raynor-Kovi páros mit hoz össze ezen a pályán.